Amikor elváltam, és a két nagyfiam egy picit távolabb került tőlem, mert ugye költöztek az édesanyjukkal, és ez nem is nagyon régen, ez egy 6-7-8 évvel ezelőtti történet, akkor én azt nagyon nagy katasztrófaként éltem meg, és féltem, hogy el is engedjük egymás kezét, de szerencsére nem így történt. Igaz, hogy már nagyok, tehát 29 a nagyobbik, ugye 94-es születésű, 98-as a második, és nagyon erős a kötelék továbbra. Ez mennyire múlt rajtad egyébként, és mennyire rajtuk? Hogy nem engedtétek el végül is egymás kezét? Velük egészen más volt a viszonyom, mint a két kisebbik gyermekem, mert a két kis gyermekem a szó legszorosabb értelmében velem nőnek fel. Tehát, hogy rengeteget, például Svájcban igen, napi 8-10-12-14 órát voltunk együtt, egy közösségben. A gyerekek, a két nagy gyereknél, Bencénél és Gerinél viszont más volt a helyzet, mert akkor én egy aktív ember voltam, akkor rengeteget jártam versenyre, rengeteget utaztam, edzőtábor volt, hogy a 96-os esztendőben, ugye augusztusban volt az olimpia, szerintem egy 6 hónapot biztos, hogy edzőtáborban töltöttem, ez alatt nem voltam benne az apa szerepben. Nem én láttam először megfordulni, nem én láttam először járni, az első szavát nem nekem mondta, most viszont... Sajnáltad ezt egyébként? Akkor még nem, mert gyerek voltam még én is. Tehát 30 évesen még nem tudod, hogy ez mekkora érték. Ez most így van. 50 évesen óriási élmény nekem a gyerekekkel lenni. Tehát a feleségem nagy szerencséje, hogy egyrészt persze természetesen segítek neki a sportbeli karrierjében, meg egyéb karrierjében, hogy felkészüljön, de örömmel is teszem, mert a két gyerekkel együtt lenni számomra egy óriási ajándék. De akkor még nem nagypapáztak le a két kis gyerekkel melletten? Még nem, de lassan jön az időszak. Hát figyelj, ugye 51 voltam, amikor a Vince született, és nem az a baj, hogy 51 voltam, hanem az a baj, amikor 18 lesz, akkor leszek 70. Szóval az se baj, ha leszel mások. 70, csak legyél 70. És úgy legyek 70, hogy még ne ők toljanak, hanem még én tudjak velük játszani, focizni, labdázni, síelni, bármit csinálni. Mehetünk együtt majd a játszótérre, én majd hozom a saját kis járókeretemet. Anyámnak van kerekes, az nagyon menő.